Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. A vadoneső program 7 éve indította el az év emlőse kezdeményezést, melynek keretében idén a rejtőzködés nagymestere, a hermelin viselheti a megtisztelő címet. A kistestű állatot manapság sajnos csak igen kevesen ismerhetik testközelből, ugyanis állatkertekben nem sűrű lehet találkozni a példányaival, a természetben pedig meglehetősen ritka. A mai adásunkban dr. Váci Olivér, a vadoneső program szakértője oszt meg érdekességeket a fajról, amelyet sokan a világ legcukibb állataként is emlegetnek. Üdvözlöm, Olivér, köszönöm szépen, hogy ismét a rendelkezésemre állt online formában. Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Olivér, itt az elmúlt hetekben a Zöld közelben című magazinműsorban már fény derült az év madarára, az év halára, sőt még az év kétéltűjére is, és a programok kapcsán elhangzott a különféle kezdeményezésnek a célja, miszerint az, hogy ráirányítsa a lakosság figyelmét a számtalan természetvédelmi problémára. Mindez az év emlőse kezdeményezés tekintetében is így van? Így van, nincs ez másként az év emlősével kapcsolatban sem. Ugye hát a faj védelmén keresztül szeretnénk más egyéb jelenségekre, természetvédelmi problémákra is felhívni a figyelmet. Tehát mi is amellett, hogy a fajra irányítjuk a figyelmet, más dolgokat is szeretnénk mögé tenni, mint egy bemutatni vele. Egyébként mióta elindult az évemlőse kezdeményezés, szakértőként észrevett bármiféle hozzáállásbeli változást a lakosságnál? Igen, azért vannak megfigyelhető eredmények, észrevehetően is megfigyelhető eredmények. Például a földi kutyánál nem gondoltuk volna, hogy azok az emberek, akik eddig nem is hallottak a földi kutyákról, már vitatkoznak arról, hogy a földi kutya hol él és mit csinál, tehát hogy mindenképpen bekerül a köztudatba az adott faj, és sokkal többet tudnak róla, és ezen keresztül nyilván a hozzáállás is megváltozik, könnyebb megvédeni, illetve elfogadtatni a védelmét az adott fajnak is. Idén, ahogy már a felkonferálásomban is elhangzott, a hermelin viselheti a megtisztelő címet. Mi áll a döntés hátterében? Minden évben ugye a vadonleső program választja az év emlősét, tehát mi nem egy közönségszavazáson keresztül jutunk el ahhoz, hogy mi legyen az év emlőse, és megpróbálunk minden évben valamilyen, szóval egy egészséges programsorozatot fölépíteni az adott faj mögé, és ehhez választunk tulajdonképpen fajt. Az elmúlt években végigmentünk, a legfontosabb élőhely típusokon volt, gyephez kötődő fajunk volt, erdei fajunk volt, vizes élőhelyhez kötődő fajunk. Most próbáltunk egy kicsit mást, egy kicsit kilépni ebből, és az idei évet egy kicsit a klímaváltozás hatásainak szentelnénk, és ezért esett a választásunk a hermelinre, ugyanis a hermelin egy olyan faj, amelynek van egy olyan speciális tulajdonsága, ami nagyon jól mutatja azt, hogy van egy csomó olyan jelenség a háttérben, amit a klímaváltozáshoz köthető, de nem gondolnánk rá, hogy annak a hatása. A hermelin ugyanis télen más színű bundát ölt, mint nyáron normális esetben. A mi éghajlatunk, illetve tőlünk északabbra, fehérre változik a hermelin színe télen, hiszen a havastájban, a jeges havastájban ő sokkal jobban tud rejtőzködni ezzel a színváltozattal. Azonban ahogy szépen lassan csökkennek a havastelek a száma, illetve rövidül a hóborítottság a télen, egyre inkább azt vesszük észre, vagy veszik észre a kutatók, hogy eltűnnek ezek a téli változatok, nem változtatja meg, vagy csak részlegesen változtatja meg a színét a hermelin, ezzel is mutatva, hogy ez egy folyamatos és jelenlévő és reakciót kiváltó tényező egy ilyen lassú folyamatban is, tehát az állat is reagál rá evolúciósan arra, hogy ő most már nem élvez abból előnyt, hogy télen fehér lesz, hiszen a fekete avarban, vagy a sötét avarban, vagy éjszaka világítani fog a fehér állat. Valahogy mégis visszafordítható ez a folyamat? Vagy ezért egy globális változással lenne szükség, hiszen magáról a klímaváltozásról beszélünk ezek szerint? Igen, ez nyilván egy sokkal bonyolultabb és összetettebb folyamat annál sem, mint a hermelinre vonatkozó változtatások. Emiatt nyilván egyik szempont az, hogy a klímaváltozást negatívan, vagy a klímaváltozást okozó emberi hatásokat csökkentsük, de természetesen emellett egy csomó olyan dologra is szeretnénk rávilágítani még emellett, ami kimondtan a hermelint, vagy a hermelint közvetlenül érintő rövidebb távú dolgokról is szól. A hermelin
Ennek az a különleges tulajdonsága, hogy ő szereti a sokféleséget, tehát minden olyan élőhelyeken fordul elő, ahol sok minden előfordul, ezt mindez táplálék kínálatban is értendő, búvóhelyekben is értendő, illetve növényzet, tehát a környező élőhely típusokat is értjük ez alatt. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ő szereti a biodiverzitást, szereti a biológiai sokféleséget, ahol ő előfordul, az egy jó élőhelynek minősíthető, illetve tulajdonképpen ő minősíti maga az élőhely típust jónak vagy rossznak. És azt szeretnénk a Hermelinen keresztül üzenni az embereknek, hogy ezek az élőhelyek nagyon értékesek, és hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezek fennmaradjanak, illetve minél nagyobb mértékben, méretben maradjanak fenn. A Hermelin egyébként kimondtan kedveli a vizes élőhelyeket, tehát víz közelben ő nagyon szeret megmaradni, illetve ott előfordul, és a vizek különösen kitettek egyrészt a klímaváltozás hatásainak is, úgy tűnik, másrészt pedig különböző más emberi hatásoknak is, akár a szennyezéseket, tehát vízszennyezést értjük, akár az élőhely szűkülését, beépítést vagy lecsapolást értjük alatta szintén. Ugyanakkor a biodiverzitás sajnos évről évre csökken. Ez a hatás, ez a Hermelin állományában is megmutatkozott? Egészen biztosan igen, tehát miután az élőhely, amihez kötődik, fogy, ugye az állományuk is csökken. Azonban a Hermelinről konkrétan nagyon kevés direkt célzott vizsgálaton keresztül kapott adatunk van. Ez egy másik jelenség. Világít rá, mégpedig arra, hogy nagyon nagy szükség van olyan programokra, olyan monitorozó, illetve kutatási programokra, amelyek ilyen kevésbé érintett vagy kevésbé kutatott fajok felé irányul, és ki tudja mutatni azokat a fontos jelenségeket, amelyek speciálisan a számukra fontosak, vagy a számukra veszélyeztető tényezők. Nyilván tudjuk a Hermelinnél, mert a rokonok, illetve hát hasonló életmódon élőállatok vizsgálatából ezt is meg lehet tudni, hogy egy csomó olyan jelenség van, amivel tudunk neki kedvezni. Tehát nem azt mondom, hogy a nulláról kell indulnunk, de a speciális dolgokat érdemes lenne megvizsgálni. Például nagyon fontos neki az élőhelyek állapotának a javítása. Azt, hogy az inváziós növény, illetve hát állatfajok ne terjenek korlátlanul, ezeket próbáljuk visszaszorítani, újakat már ne hozzunk be, ne fertőzzük be úgymond újabb ilyen fajokkal a környezetünket. Illetve mindenféle olyan jelenség, amely a vizes élőhelyeknek kedvez, olyan tevékenység az kedvez nekik, és a mezőgazdaság kevésbé intenzív, kevésbé vegyszerezett változatai mindenképpen a Hermelinnek is kedveznek. Azt, hogyha nem nagytáblás monokultúrákat, tehát olyan búzaföldeket használunk, amely se mezgyesorral, se facsoportokkal nincsen tarkítva, ez szintén megint nem kedvez a Hermelinnek, tehát hogyha ezen változtatunk, akkor mindenképpen a Hermelint és egy csomó más hozzákötődő, vagy vele hasonlóképpen működő fajt segíteni fog. Ugye egy ragadozó fajról beszélünk, mit teszi ki legfőképpen a táplálékát? Igen, egy kis ragadozó, egy menyétféle. Rokonai az hasonló, elsősorban állati táplálékot fogyaszt, tehát ragadozóról van szó. Nagyon kevés, vagy viszonylag kevés növénnyel táplálkozik. Az a furcsa benne, hogy a nőstények és a hímek különböző testméretükből adódóan, tehát a hímek jóval nagyobbak, mint a nőstények, tulajdonképpen más a táplálék igénye a két nemnek. Még egy nőstény az egy mezei pocak után simán bemegy a járatába, ott elkapja és el tudja fogyasztani, egy hím már nem fér be, tehát fizikailag nem tudja ezt megtenni. Ő inkább akár az üregi nyúl méretű is, vagy kószapocok méretű, tehát a nagyobb rágcsálókat tudja elkapni, és vele táplálkozik. A rágcsálókon kívül nyilván előfordul például a madarak, földön fészkelő madarak fészkének a megtalálása és a ragadozása is, de azért a rágcsáló messze döntő többségében a táplálékában. Tehát ő egy kimondottan rágcsáló kedvelő, egy rágcsáló vadász, ami akár a mezőgazdaságnak is kedvezhet, hiszen ha a mezei pockok gradáció, amikor nagyon-nagyon felszaporodik a számok, akkor ezt egy kicsit visszaszorítja, illetve csökkenti a számokat, nyilván ez ott is segíthet a mezőgazdasági termelés, vagy hát az ottani kártételét is csökkentheti. A mennyit félemmi voltából adódóan egy prédaállatról beszélünk?
például a róka, vagy annál nagyobb méretű ragadozók akár a herbenit is el tudják kapni. Nyilván elég ügyes ahhoz, hogy ezt legtöbbször elkerülje, de hát nyilván, vagy hát van olyan szituáció, amikor azért mégis ő is prédaállat lesz. A baglyók is egyébként ugye éjszakai életmódot folytatva, ők is tudnak azért zsákmányolni a hermelinekből. Jól látható, hogy igen, sok tekintetben különleges állat. Ez a szaporodás tekintetében is megnyilvánul? Szaporodását tekintve magányos állatnak tekinthető, tehát az év legnagyobb részében nem nagyon mozognak együtt a különböző nemek. Viszont szaporodás, tehát az év során akár többször is tud szaporodni, ez nem túl gyakori a ragadozók között egyébként, tehát egy viszonylag, ha van rá lehetősége, tehát például jó év van elég táplálék, illetve az időjárás is kedvező, akár több almot is vethet egy évben, és a nőstények akár már az első év végére is, tehát a szaporodási ciklus végére is már szaporodóképes kort elérhetik, tehát viszonylag egy potenciálisan gyors szaporodó, nyilván ez a természetben csomó minden korlát alá van vonva, de a lehetőség benne van, tehát nem egy nagyon ritkán vagy kevés utódott világra hozó fajról van szó. Ugyan az ország bármelyik pontján előfordul, tehát bárhol lehetnek olyan élelmi foltok, amelyek alkalmasak a számára, ez viszonylag azért kicsi terület, hogyha összeadjuk ezeket a foltokat, tehát kevés helyen található meg. Ezen kívül viselkedését tekintve is viszonylag óvatos, tehát nem szeret nagyon mutatkozni, vagy sokat a felszínen mutatkozni, annyit tartózkodik a felszínen, mennyit muszáj neki, tehát a vadászat, illetve szaporodási időszakban nyilván a nemek egymásra találáshoz szükséges, tehát nem egy nagyon könnyen megfigyelhető, vagy nem könnyű találkozni vele a természetben. De még csak az állatkertekben sem, hogyha jól tudom. Ugyanez igaz, igen, az állatkertben, fogságban sem túl jól tartható. Tulajdonképpen nagyon fiatalon kell ahhoz befogni egy hermelint, hogy megszeridüljön. Azt írják, akik próbálták korábban, tehát a 19. században próbálkoztak vele, a Brém ezt leírja jól, hogy a fogságban való tartás csak akkor működik, akkor szeridő jól, hogyha fiatalon kezdik. Illetve hát jelenleg vagy most egy védett fajról beszélünk, tehát tulajdonképpen a tartása is csak engedélyhez köthet, vagy engedély alap, vagy engedély mentén, vagy engedéllyel tartható. Ez is csak közérdekből, tehát vagy bemutatásra, vagy tudományos célra lehet megszerezni ezt az engedélyt. A állatkertekben Magyarországon nem tudunk ilyen állatkertről. Én kérdeztem a budapesti állatkertben, hogy na de mégis hol található meg ez a hermelin, akár az országban, akár máshol, és volt olyan kedves a kollega, és megnézte a nemzetközi adatbázisban, és Leningrádban talált legközelebb, ott egy állatkertben bemutatják, illetve valahol a skandináv, egy kis skandináv állatkertben szintén előfordul, illetve még egy angol kutatóintézetben is be van jelentve egy hermelin, ahol valamiért tudományosan foglalkoznak vele. Tehát viszonylag nehéz még fogságban is látni. Akkor vagy nagyon szemfülesnek kell lennünk a természetben, vagy pedig igencsak messzire kell utaznunk, hogy láthassunk. Igen, és szerencsénk is kell, hogy legyen, hogy pont találkozzunk vele. Visszakanyarodva egy pár mondatban a faj monitorozásához, ugye a vadonleső program a lakosság bevonásával igyekszik felmérni különböző fajoknak az állományát. Ebben miért nem tudják bevonni például a hermelint? Pont azért, mert igencsak ritka, illetve nehéz észrevenni, vagy más oka is van? Igen, ez az egyik ok. Tehát jelenleg 18 olyan faj van, amelyeket be lehet jelenteni a vadonleső programban. Ezek mind olyan fajok, amelyek egyrészt jól felismerhetőek, nem nagyon téveszthetők össze másra, tehát ha valaki egy sünivel, vagy mókussal, hóvirággal találkozik, azt jó eséllyel felismeri és tudja detektálni. Másik tényleg az, hogy azért lehessen is vele találkozni, tehát olyan fajt nem szeretnénk felvenni, ami nagyon-nagyon ritkán kerül szem elé, hiszen az lenne a vadonleső másik jelentőség vagy értelme, hogy élményt is jelentsen azoknak, akik ezzel veszik a fáradtságot és bejelentenek ilyen fajokat, hogy találkozzanak is vele, és tényleg legyen a találkozás élménye számukra fontos, megkövethető vagy értékelhető. Egyébként aki találkozik vele, valószínűleg meg fogja jelezni, hogy ő hermelint látott, hiszen ő egy ritka nagy élmény lehet. Több természetvédelmi őrrel is beszélgettem, és mindegyiknek, vagy a többüknek volt olyan élményük, hogy 5 évvel, 8 évvel, 10 évvel ezelőtt, amikor ott, és ő találkozott, és még emlékszik rá, és pontosan el tudja mesélni, úgyhogy maradandó élmény, de ritka.
Magyarországon van esély arra, hogy egy külön szakértői csoport alakul a hermelin tanulmányozására, megfigyelésére, monitorozására? Hát nagyon örülnénk neki, hogyha akár egy egyetemi hallgató vagy doktorandusz erre adna a fejét. Vannak olyan kutatóintézetek, illetve kutatók, akik rokonfajokkal foglalkoznak, tehát kisragadozókkal, vidrával, görénnyel, hasonlókkal, illetve van olyan csoport, amelyik hasonló élőhelyen mozgó fajokkal foglalkozik, például a vadmacska sokszor jelentkezik, vagy ha előfordul olyan helyen, ahol a hermelin is. Úgyhogy az adataink is, amik a hermelinről rendelkezésre állnak, ilyen járulékos adatok, tehát hogy például a vadmacska megfigyelésre kitesznek vadkamerákat az erdőbe, vagy ilyen vizes élőhelyek közelében, és akkor ott a hermelin is előfordul, és akkor tudjuk, hogy na, akkor ott hermelin is van, de célzottan hermelin kutatásra, hermelin megfigyelése nem tesznek ki se vadkamerát, se más eszközökkel nem foglalkoznak vele. Nagyon örülnénk, hogyha ha összejönne, és valaki erre adná a fejét, és tényleg a hermelinnel foglalkozna. Nem egy könnyű szakma egyébként. Tehát a hermelin vadászat is valószínűleg régen, amikor a szörméért vadászták még a 19. században, mert a hermelin palásthoz sok hermelint kellett ugye összegyűjteni, akkor sem volt egy könnyű tevékenység. Abból is látszik, hogy a hermelin palást ugye nem egy köznapi viselet volt, az csak a királyok, illetve a nagyon királyhoz közel álló udvartartás viselhette, tehát hogy nehéz lehetett annak idején is összeszedni ezt a mennyiségű hermelint. Úgyhogy mind módszerében, mind eszközigényében, mind pedig emberi befektetésben nagyon sokat kíván. De remélem, hogy azért a közeljövőben akkor majd ilyen tekintetben is jó hírekről tud majd nekem beszámolni. Remélem. Beszélgetésünk zárásaként pedig szeretnék ismét egy picit visszakanyarodni a faj védelméhez. Kívülállóként kérem, hogy adjon pár praktikát, tanácsot, hogy miképpen tudjuk segíteni a faj fennmaradását, mi az, amire akár a hétköznapok során is figyelhetünk. Hát egyrészt minden, ami a klímaváltozás csökkenti a klímaváltozást, az kedvez a hermelinnek is. Nem csak azért, mert a téli bunda akkor gyakoribb lehetne megint, hanem nyilván az élőhelyeknek az átalakulását is talán lassítani tudná, illetve az eltolódását lassítani tudná, vízes élőhelyeknek kedvezne mindenképpen. De hogyha olyan növényeket, állatokat nem vásárolunk, illetve nem engedünk a szabadba, amelyek inváziós tulajdonságúak lehetnek. Igazából semmi olyat, ami vagy messzi, egzotikus országból származik, ne engedjünk a szabadba, ami nem odavaló, csak őshonos fajokat ültessünk, illetve azokat hagyjuk, hogy talán hogy kiszabaduljanak, vagy azokat se hagyjuk, de hogy annak a veszélye kisebb, hogyha őshonos fajok szabadulnak ki, mint hogyha idegenhonosok, mert hiszen, hogyha egy újabb akár növény, akár állatfaj indul útjára, amelyik megváltoztatja a környezetünket, akkor az biztos, hogy a hermelinnek sem kedvez. Mindenképpen a vegyszerezettség visszaszorítása mellett tesszük le a voksunkat, tehát ha a mezőgazdaságban sikerül azt elérni, hogy kevesebb vegyszert, kisebb táblás, több mesdjét hagyjanak az emberek, illetve a mezőgazdák, facsoportok, bokorsorok, stb. Sövények, stb. Ez mind a hermelinnek is nagyon-nagyon kedvez. Jó hallani tehát, hogy akár kívülállóként is sokat tehetünk a különféle fajok védelméért. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megismerhettük ön által a hermelint, és ennyi fontos információt osztott meg velünk. Köszönöm szépen, és kövessék a honlapunkat, a vadonleső.hu, mert egy csomó programmal is jelentkezünk az idén az évemlőse kapcsán, amelyik ott lesz majd elérhető. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ennyi volt már a Zöld közelben, remélem, hogy önök is megkedvelték a 2021-es év emlősét, a hermelint. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!